Hatalmas rendőri készültség a Hősök terénél a demonstráció előtt, ami hivatalosan nem is az volt, hanem csak egy megafon hangpróbája, ahogy azt a főszervező írta az esemény Facebook oldalára. A Le az adók 75%-ával levő párt elnöke kompromisszumos megoldást követelt. Úgy nyissanak ki az éttermek, hogy meghatározott időségben mehetnek különböző korcsoportok, vagy hogy a leülési rendet is úgy szabályozzák, hogy az érintkezéseknek a számát minimalizálják. Fél órával a kezdés után a rendőrök elkezdték igazoltatni a téren lévőket. Nekem meg jogom van ezt, hogy itt legyek. Így van, alkotmányos alapjog. Akkor meg most mivel korlátoz engem maga? A rendőrök a maszk használatot ellenőrizték, illetve a gyülekezési tilalom miatt igazoltatták a résztvevőket, majd egyenként mindenkit elküldtek a térről. A Házon kívül című műsorunknak nyilatkozó vendéglátósok szerint nagyon nehéz helyzetbe kerültek a járvány miatt. Kapunk járulékkedvezményt, az melosok után fizetik az 50%-ot, ez szép és jó, de hónapokkal később jön meg. Tehát addig meg becsődöl az egész. És nem csak az éttermek dolgozóinak a megélhetése vált bizonytalanná. November 7-e óta megint egy büdös vasat sem keresek, legalábbis én személyesen és nagyon sok zenész kollégám. Február 1-ére több vendéglátóhely üzemeltetője is azt tervezi, hogy a korlátozások ellenére kinyit. Orbán Viktor pénteken az állami rádióban azt mondta, ebben az esetben a tulajdonosok akár 1 millió forintos bírságra és bezárásra számíthatnak. Ezeket az éttermeket, azokat be fogjuk zárni. Először fél évre, nincs rövidebb, fél évre. És ha megismétlődik, akkor 1 évre. A rendőrség közleménye szerint a gyűlés szervező jelen közigazgatási eljárást indítottak. 2 résztvevőt a helyszínen megbírságoltak, további 4-et pedig feljelentettek, amiért nem volt rajtuk maszk.